Sziasztok, Árpi vagyok, és a Cherry Garden illatmagazinjának mai részében a Gúrium balzsamról fogok mesélni nektek. A Gúrium balzsamot a Gúrium fából állítják elő, a Gúrium fa pedig Észak-Kelet-Indiában, Bangladesben, illetve Délnyugat-Ázsia országaiban található, ott őshonos. Magát az olajat a Gúrium balzsamból állítják elő, a Gúrium balzsamot pedig úgy nyerik ki a fából, hogy bemetszéseket ejtenek a törzsén, az így kifolyó gyantát összegyűjtik, és aztán ezt gőzdesztillációnak vetik alá, és így nyerik ki az olajat. A gúrium olajat, amelynek egy ilyen enyhén fás, fűszeres, kicsit édeskés illata van, pacsulira is és a pézsmára is emlékeztet. Szerintem a leginkább ez az édeskés jelleg az Accendis Acrus illatában érhető tetten, amit most nem fújok ki, mert ismerem, hogy mi az illat, de higgyétek el, hogy ez egy nagyon kellemes balzsamos illat. A gúrium olajnak egy kis édeskés, pézsmás, fás, fűszeres jellege van, ami szerintem az Accendis Acrusban érhető a leginkább tetten. Egy nagyon kellemes unisex illat. Bőre kifújva igazából megtartja ezt a kellemes balzsamos jellegét, szerintem egész sokáig, és végighozza azt a nagyon kellemes érzetet. A gúrium balzsamot gyógyászatban már több ezer éve használják, főleg ugye az ázsiai országokban nagy keletje van ennek. Nagyon jó gyulladáscsökkentő hatása van, stresszoldó hatása, segít beállítani a vérnyomást. Jó hír, hogy a lepra, tripper, pikkely, sömör és egyéb ilyen bőrbetegségek is kitűnően kezelhetők a segítségével, hogyha valakinek szüksége van rá. De akkor térjünk rá, hogy miért is használják a parfümiparban. A parfümiparban, amellett, hogy mint mondtam, van egy ilyen jól behatárolható illata, leginkább fixálóanyagként használják, tehát jól összeilleszti, illetve egyben tartja különböző aromás jegyeket, amire például nagy szükség van a Nishan Nefs illatában, ugyanis ez már egy sokkal összetettebb illat, mint az Acrus, és kifújásra hát bizony különböző is, eléggé különböző, mint az Acrus. Azért megszagolom, hogy jól emlékszem-e. És igen, jól emlékeztem. Ugyanakkor meg lehet figyelni, hogy a két illat aljában azért, mintha lenne valami rokonság, és ez lehet, hogy a gúrium balzsam szolgáltatja éppen. Ami érdekes, hogy a harmadik parfümünk, amiben található gúrium balzsam, legalábbis a feltüntetett illatjegyek alapján, az a Labeltől az Olive Wood and Leather, ami a nevével ellentétben nem bőrös illat, hanem sokkal inkább egy ilyen szantálos illat. Ez már hasonlít a Nishan Nefs-ére. Első pillanatban még nem, utána viszont nagyon érdekes, hogy főleg bőrön, én kipróbáltam mind a kettőt, egy fél óra után már szinte kísérteties hasonlóságot mutat a két illat. Tehát, hogyha valaki az egyiket szereti, akkor érdemes a másikat is kipróbálnia, vagy ha esetleg sokalja az árat a Nishan Nefs-nek, akkor alternatívának jó lehet a Label Olive Wood and Leather-je. Ha már itt van, akkor beszélek erről a nagyon szép üvegről, és ami benne van, ez az Angela Champagne Hatria nevű illata. Szintén van benne gúrium balzsam. Kifújom ezt is azért, mert olyan rég éreztem. Igen, ez sokkal inkább egy virágosabb illat, ebben inkább a rózsa, illetve a sáfrány, kicsit a jázmin dominál. Nekem kicsit ilyen mézes beütése is van, bár elvileg nincs benne. De ennek az aljában is ott érezni azt a kis balzsamos, édeskés, szirupos alapot. Tehát hiába csak összetevő fixálóanyagként használják a gúrium balzsamot leginkább, azért van neki egy meghatározható illatjegye is. Egyébként sokszor a gúrium balzsam az utolsó, még hiányzó láncszem a parfümökben, ami igazából lekerekíti az illatokat, ugyanis megvan neki az a jó tulajdonsága a gúrium olajnak, hogy képes lekerekíteni az illatoknak az úgynevezett éleit. Hát én nagy vonalakban ennyi szerettem volna elmondani a gúrium balzsamról, hogyha szeretnétek kipróbálni ezeket a parfümöket, akkor gyertek be a Cherry Gardenbe, vagy pedig a Nish Gallerybe. Várunk szeretettel. Sziasztok!